Jó reggelt, ébresztő! Sziasztok, hello! Jó reggelt! Mi a helyzet? Fölébredtünk, van nehezen. Na, és milyen volt az éjszaka? Hogy aludtatok? Nagyon jó volt. Én 3:30-kor értem ide. Hívtam téged meg minden, és már senkinek se vettem. Boldog volt. Jó reggelt! Hogy aludtál? Sziasztok! Én már úgy 5:45 óta fenn vagyok, lementem sétálni. Ide bejöttem a tórzatba. 6:17-kor leül ide főként minket, az a mi a helyzet, mondom, menjél már vissza aludni. Szóval most az az újság van, hogy már megreggeliztünk. A reggeli nagyon finom volt, műzli volt. És tök cool volt, annyit tettél, amennyit akartál. Lávás meg eléggé vicces volt. Igen, meg elég későn aludtunk. Igen, nagyon későn. Végül nem mentem máshova, hanem aludtam. Szóval hát nem sikerült olyan hajnali 4-kor, még úgy álltam, hogy 4 órát aludtam. És aztán aludtam egy kicsit még. Igen, 6-7 órát. 6:44, még emlékszem, 6 óra 44 perc. A kesúja, az pedig befeküdt az ajtóba, és így őkeltett minket, és kinyitott az ajtót, és így arra kentek, hogy így dismebbere ütközött az izébe. Hát igen, ők meg kivágta. Szóval eléggé vicces volt, úgyhogy majd most következik egy óra. Úgyhogy ott majd Tali. Jó reggel, gyerekek! Nemrég keltem, pontosan nem is tudom hány óra van, 4:09 van. Reggel 6 óra után a drága fiúcska beállított ide, ugye nekünk 8-ig lehetne aludni, mert 8-ig még aludhatunk. És ő beállított ide nekünk reggel, hogy 6:45-kor nem tudom minek ide leül és néz minket, érted, hogy alszunk, mondom, te mit csinálsz? Menj már vissza aludni! Dani meg álmával beszélt, amúgy te tudtad, hogy beszéltél álmodba. Biztos, hogy beszélek álmodba. De az nem magyar nyelv volt. De. Az nem magyar nyelv volt. Most reggeliztünk, gyerekek, műzlit, és most pedig sietünk a gyerekekhez, mert várnak minket 8:30, és már 8:30 múlott. Kicsit elnéztük a reggeli időt, hova kell menni? Jó. Nem szeretem, hogyha rám várnak. Sziasztok! Na, egy jó showtörőt nyomjatok. Nem bírlak, hány kiló van? Csak elbír, 120 kiló vagyok csak. Lassan. De megfázott. Jaj, Danika. Au. Vén embere. Kicsit, vén embere. 20 fölött ez ma így megy. Jó, most sűr. Volt egy ilyen szájbemelegítős reggel, voltak ilyen reggeli gyakorlatok, és mivel nem mostan fogad, ezért most fogok, muszáj. Rosszul érzem magam, hogy nem mostan fogad, képzeld el, Petikém. Hú. Most pedig megyünk még tovább, mert most lesznek, most kezdődnek az órák, kicserélem az aksit és megyünk tovább. Pörgés van, gyerekek, nincs megállás, hallod? Nincs megállás. Most egy olyan órát tartunk, ahol bemutatjuk a gyerekeknek a... Tulajdonképpen belenézhetnek a videózásba, hogy hogyan is készül el egy videó. Most Dávid fog videózni, nazdani és lovasani, utána meg majd én, és utána meg majd Peti is. És akkor a gyerekek ezt végignézhetik, és tulajdonképpen ez az óra lényege, hogy így belelássanak a kulisszák mögé. Itt vagyunk, hamarosan tesztelni fog egy glitzer csillámtetkókat. A srácok pontosabban Nazdani, Eni és Dávid. Oda ragadt? Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és itt vagyunk a People Team nyári táborában, azon belül is a YouTube táborban, Lovas Henivel és Nazdanival. Sziasztok! A Játéksziget küldött pár játékot nekünk, és egy levelet is csatoltak hozzá. Ezt most felolvasom nektek. Kedves Dávid, csatornádat követve láttuk, hogy nyári gyerektábort szervezel, így arra gondoltunk, hogy meglepnénk a gyerekeket és téged néhány szuper játékkal. Ha elfogadod, hogy elfogadom, akkor küldünk neked pár csomag csillámtetoválást. Gondolom, erre gondoltak itt a Glitzától. Bár ez elsősorban lányoknak szóló...
kreatív készségfejlesztő készlet, de reméljük megbirkózol vele, az biztos. Ha nem, a lányok biztosan szívesen segítenek. Hát igen, ebben számítanék rád, Henny, ha nem gond. Természetesen gondoltunk a fiúkra, és a csomagban találtok még néhány doboz fürdőzselét, amivel szerintünk jól ellesztek, ezt is fogjuk később tesztelni. Jó játékot és tesztelést kíván a Játéksziget csapata. Nektek ezúton is köszönöm, mármint a Játéksziget csapatának, mi meg akkor essünk neki. Henny, légy szíves, irányíts minket, én még életemben nem csináltam ilyet, és mindig agyvérzést kapok az ilyen kreatív, készségfejlesztő játékoktól. Csináljuk. Na. Neki mi? Szerintem legyen ez a kék-fehér legelőször. Szerintem. Bármilyen mintát lehet? Igen. Szakíts szét, jó lesz. Mi az, Dani? Te jobban látod. Tündér. Hoppa, ez a lényeg. Hát maga a lényeg. A csillámpor. Na szuper, mutasd. Először vágjuk le. Utána nekem jöhet a tündérke. Egy csillagocska az itt van a szélén. Várjunk te, ez micsoda? Hát azt kell rányomni. Asszony, igen. Hát Henny, most tényleg mi tanítunk meg erre téged? Hát ne haragudjál már. Úgy, ráraktad és akkor most tedd le róla. Várjál, Dani, kapsz egy kis csillagocskát. Jó, is. Ide, ide. Mint hírónak. Hát jó gyerek lesz. Jól rátesszük, így. Csillámozd le. Én próbálom így mutatni. Húj le! Nem tudom. Ha, így jó. Na, na, figyeld már. Igen, ó, már egy csillag. Van csillag, mint a karomon. Mi lenne, ha teletetoválnánk vele? Jó, oké. Okay. Na, de okay. Itt vannak a minták. Micsoda? Csinálj, légy szíves. Hova rakjuk? Ide rakjuk, ez kevésbé látszik, mit szólsz, ha elrontom. Előre félek. Itt van ez a kis áttetsző fólia, rárakom a kezedre. Hát ez nem ragad rá! Nekem is rossz a bőröm. Olvassuk el a leírás. Várj! Hogy díszíteni kívánt fel. Tiszta, száraz, olajmentes, és amennyire csak lehet lapos, sima és nem bolyhos. Tehát akkor a szörös férfi karunkhoz lehet, hogy ezért. Nem. Igen, nem, miközben izzadunk itt a lámpák melegében a nyár kellős közepén. Nézd meg, milyen marad. Basszus! Adjál neki. Adok neki. Ó, oh, de jó lesz, figyeld, milyen jó néz ki. Hű. Na. De szép lesz. Én is akarok egyet, ha elére raktam. Tessék, azt én raktam föl. Kicsit csúnya, de olyan Dávidos. Dávidos. Hírónak hol van a csillag? Hírónak, hát a nem az... Szeme, a igen, de az ilyen maffia. Az ilyen tetkó, nagyon maffia? Hamupipőkét nyomatok. Hamupipőkét. Hát kedvenc hercegnőm volt egyébként. Főleg? Igen. Nekem is. Henny, hova kéred? Aha. Na. Addig én is kisztek el egy. Milyen színűre szeretnél? Kék. Én a másikat fogom csinálni. Anya? Oda ragadt? Oda ragadt? Jó. Figyelj. Hát de nem kell ilyen gyorsan lehúzni. De hát hogy húzzam le lassan? Tényleg lassan kell. Így bepasizom a... Ó, persze. Simán. Van az a Barnabás nevű gyerek. Az már úgy nagy... A vele láttam ám, hogy kokettálsz. Kokettálsz. Várjál, Dávid! Várjál! Jó. Puti meg, igen, mutasd lesz. Meg. Ó, nem látom. Most szépen lassan rákenem ezt a cuccost. Tök jó, most nézd jó meg. Lett? Nagyon jó. Néha kell hazudni, nem? Ó, hallottam. Hány tetkó van a fejem, hát nem. Nem elég. Úristen. Nem kínzunk tovább. Végül mi mutattuk meg neked, hogy működik a dolog. Azért ez külön érdekes. Hát őskacok, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt itt a People Team-es YouTube táboros Glitz a csillámpor teszt Henny-nek köszönhetően, aki végül nem megmutatta. Mi próbáltuk rajta. Igen, végül kísérleti nyúlként szerepelt ebben a kísérleti csillámpor ragasztásban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Játéksziget-nek, hogy küldték a játékot. Hamarosan jelentkezünk újabb videókkal. Sziasztok! Sziasztok! Milyen volt? Mert hogy mi mutattuk meg neked, az egy kicsit vicces. Igen. Hát, én nagyon jól éreztem magam, kicsit nem mered tükörbe nézni. Kicsit vicces. Úristen.
Na várjál, akkor mutatom, csak hogy nézzük meg így az arcodat. Hogy, aha, az ott. A csillag nagyon szép az államon. Ugye? Bizony. Talán még a violin kulcs lett a legszebb. De az nem is rossz. Amúgy már egy picit úgy ráélősített. Igen, violin kulcs nem is rossz. Meg itt van neked még az arcodon, így. Meg a kezem is az álladra én raktam föl. Azt szerintem tök szép lett. Nagyon tetszett, igazából én is szerettem volna meg Dávidit, de sajnos a bőrünk nem engedte. Illetve várjál, mert nekem van egy. Neked van egy. Én is akartam volna egy Hello Kittyt, de sajnos nem sikerült, már legközelebb. Szőrös férfi. Igen, de Henning kipróbáltuk, úgyhogy fantasztikus. Na, most az történik, hogy Dáviddal meg a Danival, ez Danival, felvetünk egy ilyen csillámtetkó-tesztelős, ilyen vicces csillámtetkó-tesztelős videót. Igen, én voltam a tesztelőn, ugyanis először úgy volt, hogy majd én tetoválom ki őket, de végül ők tudták meg hamarabb, hogy mit is kell csinálni. Én egyáltalán nem értettem hozzá, mert én a ragasztósot ismerem. És látjátok, mi lett belőlem. Úgyhogy majd Dávid csatornáját gondolom, hogy találom lesz a videó. Addig is, most pedig szóval. Na, most értünk föl, igazából most van egy ilyen kis szünet, itt vagyunk a szobánkban természetesen. És képzeljétek el, aminek én nagyon örülök, hogy egy ilyen slime buffot, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, de egy medence slime-ot fogunk csinálni, és abban majd gondolom belemehetünk, hogy valami. Nem tudom, szerintem sokatok ismeri, azt hozott a Dávid, úgyhogy én már nagyon várom. Nem fürdőruhában leszek, nem tudom, azt mondták, hogy amit nem bánok, ha vízes lesz. Hát minden bánok, ha vízes lesz, kivétel a fürdőruhát, szóval igen. És nyitva van az ajtó, most vettem észre. Szóval most óra 25-re kell majd visszamennünk, és hát igazából ennyi. Addig itt fent el vagyunk, töltjük a kamerát, meg tudjátok, szokásos. Van egy 30-40 perces pihenőnk, addig pihizünk a következő óráig, ahol ismét videóforgatás lesz. Este azon csodálkoztam, gyerekek, hogy nem volt olyan meleg, mint otthon, de utána már rájöttem, hogy miért, azért mert 2:30-kor feküdtünk le. Na most óra mennyi van? Óra 24 van, úgyhogy már tartunk a focipályára, mert elvileg ott van találkozó, mert megkérdeztük, mert egyébként nem hallottuk. Úgyhogy... Amilyen slime medencét csinálunk. Slime medencét fogunk csinálni, de azt már az előbb elmondtam nekik. Úgyhogy, ja, go. Remélem nem lesz vizes a ruhám, mert nem öltöztem. Igen. És úgy beleugranék pedig. Igen. De azért remélem, hogy hideg vizet eresztenek, és nem meleg. Reméljük mi is, és nem meleget. Itt a focipálya, de ők hátulra mennek ott a trambolinokhoz. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. De már nagyon merem. Amit még nem mondtuk el nektek, hogy a Dávid és a Dani forgatás. Dávid és a Danival lévő forgatás előtt még volt nekünk egy ilyen, és mondjam, szimuláció óránk, ahol így tulajdonképpen bemelegítettük a hangunkat, meg így a... hogy sokkal könnyebben menjen a beszéd a videóba. És szerintem tök jó volt. Nekem a végére elfáradtam. Igen, igen. Mert már a végén belekavarodtunk, mert szerintem már ilyen nyertörű volt. Szácsázsával. Igen, valami ilyesmi volt. Folyamatosan ezt kellett mondogatni, szácsázsá. És én mindig elfelejtettem, szóval a végére már ilyen csázsázsával. Ilyenféle ilyesmi. Szóval nekem nagyon tetszett. Igen, nagyon vicces volt. Most pedig várjuk itt a focipályán a többieket, mert egyelőre 3-4-en vagyunk. Pontosabban, aki nem tudná, hogy mi is ez a slime buff, ennek megmutatom, itt a doboza. Tulajdonképpen így kádba bele lehet önteni, és ilyen trutyi, slime-szerű undormány lesz belőle. Ne! Nem! A kamerát, Henny! Nem! Tedd le! Az a védő! Az a védő! Jó, én akkor is lelőlek, tudod? Nem! Tedd, nem! Henny, tedd le a kamerát! Nekünk fa mögé, mert megint engem támadnak. Henny! Nem! 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 N
Na, ezen az órán hátra megyünk a trambulinokhoz, és slime-ot fogunk csinálni. Ezt is egyébként a játékszigettől kaptuk, vettünk hozzá egy gyerekmedencét, és ezt fogjuk telenyomni vízzel, aztán pedig piros, vagy zöld színű, ilyen giga slime-os, taknyos, cuccos fogunk csinálni, és valaki bele fog ülni. Na, srácok, hogy álltok? Ó, ügyes! Szereztetek pumpát? Nem fog esni. Milyen jó kis pármácska. Gyerünk, Balázs! Na, gyerünk, Botti! Akkor keményen. Következő fog történni, kőpapírollóval eldöntjük, hogy négyünk közül, ötünk közül, bocsánat, kit dobunk bele a zöld színű slime-ba. Lengem. És utána locsoljátok le. Na figyelj! És kattók felfújták a gyerekmedencét, és akkor most bele fogjuk rakni a zseli. Először a vizet, aztán pedig a zselét, és kihúzzuk, hogy ki fog beleülni. Na, akkor azt mondjuk, hogy nagy nehezen feltöltöttük itt a medencét. Megpróbálom ezt kinyitni. Hol az olló? Zsófi, az ollót oda tudod adni? Köszönöm szépen. Halló. Mindjárt vissza is adom. Levágjuk a tetejét. Következő fog történni, kőpapírollóval eldöntjük, hogy négyünk közül, ötünk közül, bocsánat, kit dobunk bele a zöld színű slime-ba. Lengem. És utána locsoljátok le. Lengem. Na figyelj! Kőpapírolló! Ennyi? Igen? Oké, de mi ketten leboltoljuk. Kőpapírolló! Akkor ti ketten. Kőpapírolló! Ó, szép! Danikám, Henny, ti jöttök! Melyik ötöket fogjuk bedobni? Ez nem az egy küldetése! Figyelj! Kőpapírolló! 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 Ó, Danikám! Ne! Ne rossz! Ne rügg! Vigyázz, vigyázz! Jézus várjám! A hajam én fáradt! Basszus! Ez tiszta gusztustalan! You got my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Ezt akartátok? Ezt akartátok mindannyian? Slime-os nevek? Ezt? Igen! Ezt akartátok? Igen! Akkor slime-os nettem, köszi! Slime-háborút! Valami jó volt, csak arra nem számítottam, hogy engem végül beledobnak. Mindenemből folyik a slime, tiszta dzsuva és ilyen taknyos az egész, de hát legalább a srácok élvezik. Én nem lehetem a slime. Ja. Henny tiszta slime-os lett. Slime-os! Tarulnak! Na, most egy kicsit lehűsítettük magunkat, még mindig halálvízes vagyok. Gatyát már csak ebéd után cserélek, meg ki tudja, mi lesz ebédig. Lehet, hogy a Dávid megint megszivat, vagy bárki, mert folyamatosan rajta van a sor. Most menjünk le és megkeressük a többieket. Igen. Most jövünk ebédelni, gyerekek, én azt láttam, hogy Milánovi spagetti az Ebi.
Szóval nem veszek semmi. Wow! Szóval nem veszek, mert fogyózok. Ettől lesz szigorú a test. Go, megyünk! Rajzunk, aztán zsalunk. Na, most itt mellettünk lesz egy hosszú előadás, és most mi megyünk trambolinozni. Aztán pedig vízicsata. Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és itt vagyunk a People Team nyári táborában, azon belül is a játéktesz táborban. Kaptunk a TM Toys-tól egy rakás felfújható matracot, rúzsaszín flamingót, hattyút, pizzaszeletet, szivárványt, és minden egyebeket, közben dobálnak itt a srácok ezekkel a színes kis labdáskákkal. Nagyon meleg van, és ezért tartunk most egy vízicsatát, úgyhogy tartsatok velünk! To a freak show, look through the peephole. Everybody geeks, yo, need to get go with an extreme. Need to turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Kelj fel! Vacsora! Vacsora van! Gyere már, 6 óra van, gyere! Sziasztok srácok! Már esti program ideje van, és a mai esti program az, hogy az Anyből Cannibals a srácok, akik amúgy itt vannak, előadást fognak tartani, és eddig azt hittem, hogy késésben vagyok, de most már kiderült, hogy nagyon nem, ugyanis így sétálnak, és hogyha így sétálnak, akkor biztos nem tudnak még előadást tartani, és hogyha nem tudnak előadást tartani, akkor még nem vagyok késésben, tehát az nagyon jó. Szóval éppen, hogy még csak beérkeztünk a hangárba, a srácok egy hatalmas közkívánatnak örvendenek, ugyanis... Elengedted a kamerát, amit elvek selfie-be tartasz. Akkor... Éppen, hogy csak beérkeztünk a hangárba, és a srácok már hatalmas közkívánatnak örvendenek, ugyanis éppen, hogy csak beértünk, és mindenki... mindenki pacsizott velük, meg ilyesmik. Thank you.
A Ki mit tud és a koncert után, az tulajdonképpen csak egy ilyen kis büfézés volt, meg lementünk a hangárba, aztán feljöttünk, egy kicsit bulisztunk, beszélgettünk, szóval teljesen jól éreztük magunkat. 22 óra 18 van, úgyhogy nem tudom, lehet lesz még valami programom, nem vagyok ebben biztos, mert hogy még videót is kell forgatnom. De ez most lényegtelen, úgyhogy egyelőre itt ülök az ágyon, a lányok a másik szobában vannak. Most kiderült, hogy nem lesz itt senki ezen az éjszakán most mellette. Azután lesz még ébresztőnk is, úgyhogy csodálatos lesz. Szegényke, tényleg ne takard el az arcod. Jó van, kicsit pityerget szegény, de aztán megnyugtattam őt egy elég érdekes viccel. És a mosolyog, úgyhogy, ja, ennyi. Aztán még jelentkezem a történesetnek valami, ha pedig nem, akkor letusolok, aztán fekszek. És ahogy az előbb mondtam, lesz ébresztés is, gyönyörűséges ébresztés is.